És jó, és akkor utána megjelent az új AKPH lemez. Dupla lemez ráadásul. Dupla lemez, igen. Mert hogy akkor termékenyek lettünk nagyon, meg akartuk csinálni ezt az átmenetet, hogy pont mi is keressük, Peti kanyarodik vissza az irodalmi kánonba. És hogy akkor ezt tegyük úgy össze, hogy két korong, és akkor az első lemez közelebb van a kezdethez, a második korong meg mutat valahova. És ezt nem is kell meghatároznunk, hogy az hova mutat, de hogy érzékeltetve van, hogy haladunk valahonnan valahova. Ezért lett így a dupla lemez szétválasztva, egyrészt a termékenység miatt, és aztán úgy is tettük össze őket, és a zenék is nagyjából úgy vannak, hogy egy szempel alapú, az első korong azért van az olló, meg a fésű aztán, hogy egy kifésült a második korong, szóval ezeket is mind-mind így raktuk össze, hogy szimbóleummal tele legyen, ahogy a Zik mondaná, hogy jó sok szimbóleum legyen benne. Zik. Yeah. Most egy Zik Petiről sem hallottam már évek óta semmit. Igen, be van tűnve a csávó. Hol vagy benne? Ő az mekkora tolvaj a csávó, rajta van a kott az űrön, úgyhogy egyedül reppel. Én nem is tudom, hogy ki ad be ilyet. Mert az olyan volt, hogy az úgy volt, hogy én leszek rajta, az is az én beatem, és nagyon szerettem azt a beatet, és az Zik megírta a szövegét, feldobta, és olyan, hát mit mondjak én emellé? Érted? És akkor azért mondom, mondtam neki, figyelj már, egyedül leszel ezen a trekken, meg hát nem egy szívvel sem, azt mondta, hogy jó, persze, kicsit, szeretnéd, de hát van az, amikor felismered, hogy figyelj, én itt mit mondom. Amikor én az egyházat megírtam, az is közös tracknek készült. Peti meghallotta még a Krizsóéknál a Podmanickibe, ahol fölvettük Realistic Crew, krájókkal, másra születő kráj. Az egyházat fölvettem, Peti meghallgatta, és átradott, azt mondta, hát ez kész van. És akkor ugyanez volt nekem a Budapest móddal. Ezek így lettek szóló trekkek, nem úgy, hogy szóló trekket készítettünk külön-külön, hanem hogy így ember, hát jó. Mindent elmondtál. Igen, de mondjuk egy ilyen mennyiségű anyagnál, tehát hogy eleve nagy az output azon a lemezen gyakorlatilag, és emiatt így amúgy is sem baj, szerintem teljesen belefér. Ja, persze. Kvázi muszáj volt, csak fel kellett ismernünk, hogy melyikek azok, amik szólóba maradnak. Igen, és az sem egyszerű egyébként, szerintem. És a kis kece, a slam volt. Ezt hallottad már valahol? Már hogy azt, a slam szövegem volt a History kis kece, azt élő zenével adtuk elő, még lehet, hogy a Kunert Petivel, a Gödörbe szintén, lent, és egy slam estünk volt, és a Krizsó a Realistic Crew-ból jött le, és én ott azt kb. Azt hiszem talán egy szál gitárra elmondtam, az egy slam szöveg volt. És a Krizsó odajött utána, hogy bőgtem ember, és ez rajta lesz a lemezen, és én csinálom a zenét. Én meg így mondtam, hogy ja, látom. De nem, az, persze, tehát hogy az egyértelmű, hogy ez egy slam szöveg, szerintem. Csak igen, hogy... ja, azt hittem, hogy nem egyértelmű annyira. Nekem abszolút. Ha, hogy jó. Hogy ja, másoknak lehet, hogy nem amúgy, igen. Jó, hogyha elmondtad, vagy jó, hogy elmondtad. De hogy azért mondom, hogy azon a lemezen már érezni pont ezt a behatást, ami ugye a két lemez között történt, és tök érdekes, mert hogy ugye azt gondolnák az emberek, hogy nem tudom, olvastam mindenféle kommenteket, de mire nagy a szájít, hogy két lemezt adtak ki a kezdet fiaival, de közben azért az megvolt a termékenység időközben, tehát ugye az nem muszáj, hogy... Hát igen, azt nagyon sokan hajlamosak elfelejteni, hogy én a remix tépem kapcsán elkezdtem összeszedni, és 48 számot készítettünk el másokkal a két lemez között. 48 lemez, az ma 6 album. Régen mondjuk, amikor még teletömték, még akkor is 3 vagy 4 lemeznyi anyag. És oké, hogy ez nem a mi produktumunk, de hogy nem ültünk a babérjainkon, vagy a tökünket melengedtük valahol, elkészítettünk, akkor legyen az, hogy 5 albumnyi cuccot másokkal, a kettő között, a Peti elkezdett verseket írni, én szlemmeltem, tehát nem ültünk a seggünkön egyáltalán a két lemez között.
És megkérdeztetem a KPH splitet, hogy az hogy történt, vagy az hogy volt? Hát figyelj, az egy hosszú folyamat, mert amikor letettük a második gyereket, megszültük, az ikreket, mi az, amikor nem izé, hogy két petélyű ikrek, mert nem, izé, két petélyű ikrek meglettek, akkor utána még abban mentünk, és nyomtunk, és turnéztuk, és headlinerek voltunk ugyanúgy a fesztiválkon, és akkor ez azért úgy szokott lenni, hogy a szakma jelez, hogyha ideje valami produktumot csinálni, és ez nagyon egyszerűen történik meg, hogy headlinerből egyszer csak 8-kor játszol, 7-kor játszol, és mész le, és akkor egyszer csak betesznek délután 5-re vagy 4-re kezdésnek, hogy ember, kéne valami újat rittyenteni. Velünk ez nagyon sokáig nem történt meg, a két lemez között egyáltalán nem, és még ott az ír után is szerintem legalább 6 évig, ahol voltunk, ott a full headliner időszakban voltunk benne. És hogy nincs ilyen feedback, hogy azért csináltok valamit, mert meg kéne ülni, mert hogy igazából nem kell, mert az embereket behoztuk, és kamázták ugyanúgy, akkor persze, hogy nem feltétlen kezd el dolgozni úgy az ember, de aztán persze éreztük, el is kezdtünk el csúszni ott, hogy jó, akkor most már valamit kéne. És akkor ott onnan indult az egész, hogy nagyon-nagyon más elképzeléseink lettek arról, hogy akkor a hárma sikerekkel mi csináljunk, hogy mi legyen a harmadik gyerekkel. A Peti nagyon progresszív volt mindig is, én kicsit retrospektív, meg old head vagyok, egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, csak a különbözőség az nem feltétlen jó, és akkor az így, ahogy szokták mondani, elkezd nyílni az olló. De ott még én ezt próbáltam nem is megmenteni, hanem kihelyezni magamat az egészből, és olyan rálátásra nézni, hogy ez rohadt érdekes dolog lehet. Az, hogyha így vagyunk fej mellett, ugyanazt gondoljuk, ugyanazt mondjuk, akkor annak megvan a szépsége, vagy bármilyen milyen kémia, de a két full különböző karakter, két különböző flow világ, már világszemlélet is, de azt balanszba tudjuk tartani jól, akkor az egy borzasztóan érdekes anyag lehet. És én e felé kezdtem el terelni az ügyet, de az nem tetszett a Petinek igazából, mert hogy akkor meg minek egybe tartani, és akkor én az Outkast lemezzel példálóztam neki, ami lényegében ez volt a Love Below, meg mi volt ami összelett csomagolva. Speakerbox. Speakerbox. Tehát az lényegében két szóló lemez volt összecsomagolva. És azt mondtam a Petinek, miért nem csinálunk két szóló lemezt, összecsomagoljuk, és ami fain és neked tetszik az enyémben, részt veszel benne és keresztbe, a többi meg szépen nyugton van hagyva, nincs kompromisszum, nincs senki megerőszakolva, de balanszba tartva ez szép lehet. És azt mondta, hogy szerint ezt nem tudjuk beadni, vagy nem tartotta jó ötletnek, és én ott feladtam ezt a részét. De azért még nyomtuk és turnéztük, viszont ebből akkor már lett egy olyan, nem is izzadságszaga, de egy ilyen erőltetettebb menet lett, mint az, hogy tényleg szívvel, lélekkel ott lennénk folyamatosan, és akkor a Petinek egyre inkább ment el a kedve az egésztől, és akkor az egy ilyen örvénybe bekerül ilyenkor, és onnan már nagyon szerintem, ha nincs új produktum, akkor nem lehet kilábalni, és nem tudtuk összehozni azt, hogy meglegyen a harmadik, mert egyszerűen már tényleg annyira más zenéket is hallgatott ő otthon, mint én, és én másokat hallgattam, mint ő. Nem azért mondtam őt előre. Csak tényleg az, hogy ő nagyon progresszív, én meg a más nem óvatosabb vagyok az új dolgokkal, meg a gyors trendekkel. Mert én a Riza mentalitásban vagyok, tényleg nem tudom máshogy ezt mondani, hogy ha figyelhetett, azt próbáltam mondani, hogy 15 évig nem követtünk trendet, akkor miért most kezdjünk el valami trendet követni, ami nem tudom, hogy meddig él, de nem is ez a lényege, de ez is beletartozik, hogy honnan tudjam, hogy ez bazdmeg nem lehet, hogy 10 év múlva ciki lesz. Mert én amit, és akkor itt volt egy nagy különbözőség, mert hogy amit én letettem, azokat meg is írtam, hogy minden, amit eddig letettem, azt vállalom, én mindkét lemez, az első betűtől az utóig, és az első ládobtól az utolsó cínig, mindent a mai nap szeretek, nagyon-nagyon szeretem őket, és büszke vagyok rájuk, pride not crime. A Petinek meg neki, mivel ő más személyiség típus, az egy szerencsétlenebb helyzet olyannak lenni, aki elégedetlen egy idő után a saját munkájával,
És neki ez, tehát ő neki ez személyiség típusa, ő a verseivel is ilyen, az első kötetét már azt hiszem, hogy kimondta, hogy azt már nem is adná ki ma. Ez nem egy szerencsés helyzet, neki nagyon-nagyon nehéz. De mindig ilyen volt tényleg. Ő mindig ilyen volt, és hogyha nincs megújulás, meg izé, akkor csak a régit nézi, és a régiben azonnal megtalálja a hibákat, és saját magának szétszedi, és utána nem rakja újra össze, hanem csak szétkapta, és ez tényleg egy nagyon nehéz lehet így dolgozni, hogyha nem egyedül vagy. Igen, viszont progresszív vagy. Viszont progresszív vagy, és akkor egyedül meg is csinálta, és megszületett a Franz Kafka, és írja a köteteket, és operett, és librettókat ír, és színházban is íz, és ott egyedül a háttérbe vonulva, és ez is fontos, ott csinálhatja ezeket a dolgokat is, szövegek megírásával foglalkozik ugyanúgy, és ő ezt a legelején megmondta. Ezt, amikor ott a KB kis túlzással a Morrisonsba ültünk Hilfiger pufi zsekibe nyáron, a pincébe, amikor először elkezdtünk a Petivel zenéket írni, mert egyébként ő csatlakozott, tehát az úgy jött, az a visszaugrok egy kicsit, hogy én csináltam a zenéket, és akkor a Peti néha mondta, hogy valahogy így kéne, meg úgy kéne, még szó se volt szövegelésről. Csak ő nem tudta megcsinálni, mert nem tanulta meg kezelni a szoftver, de ott ült mellettem is, mondta a cuccokat. Aztán a Farival csináltuk a kurva sok mindent, aminek a kezdet album nagyon nagy része, és ezt fontos megemlíteni mindig, vagy hát hanyag voltam, és nem említettem meg mindig. De hogy a Peti ezt akkor bemondta, mert elhangzott az a klasszikus mondat, amit tinédzserkorban kérdeznek meg az embertől, hogy hol látod magadat 20 év múlva, meg 30 év múlva. És a Peti azonnal bemondta, hogy ő egy erdőben ül, a faházában, és ír. Nem tudja, hogy mit, de nem rappet. Lehet, hogy regényt, lehet, hogy verseket, nem tudom, de hogy ott van, szeparálva, csöndbe, pízbe, az erdőbe, egy ilyen nyikorgó padlós faházba, és egy ilyen kis izé, és ír, és hogy látja magát háttal, hogy ül egy asztalnál, és csak ír, és papírok meg így nőnek. Ezt bemondta a csávó, 17-8 évesen. És lényegében ezt így manifestálta is, és akkor ez lett, mert hogy ő ugye visszatért ebbe. Tehát se szeretik a Petit bántani ebben, olyanok, akik nem ismerik annyira, vagy őt, vagy egyáltalán az ő történetét, de ő visszatért ebbe, ő nem eltévejedett a hip-hoptól, hanem ő innen jött. És visszatért oda. Belekóstolt, és visszatért oda. Igen. Nagyon érdekes. Beszéltek egyébként? Hogy igen, igen. Volt egy nagy, hogy mondják ezt? Milyen szünet? Mosolyszünet. Mosolyszünet. Volt egy nagy mosolyszünet, de mostanában beszélgetünk már, igen, felvettük a kapcsolatot, azt tudtam, vagy hát sejtettem, hogy csak időkérdése az, és azt megtanultam az élet alatt, az élet tapasztalatok azt mutatták, hogy minden kapcsolat helyrehozható, csak időkérdése, és azt nem tudhatom, hogy ez 2 hét, vagy 2 év, vagy 20 év, de van olyan kapcsolatom, meg olyan szituáció, ami 15-6 év után nem a Petivel, hanem más emberrel, akkor egyszer csak a helyére került egy véletlen folytán, és ez csak paf, és ez egy nagyon-nagyon szép dolog, és itt is tudtam, hogy ez fog történni, nem tudtam, hogy... De ez tök jó hallani egyébként. De ez egy 2 évbe tellett. Hogy leülepedjen mindenkiben ez az egész, felismerjük, hogy ez mi. Én közben ugyanúgy munkába temetkeztem, ahogy ő, saját dolgaival, én is a sajátjaimmal, és aztán utána felvettük a fonalat, és elkezdtünk dumálni, és minden funky igazából, mert mikor először találkoztunk, akkor kirögtük egymást, hogy tényleg mi volt ez, mit faszkodtunk, mint 2 tinédzser, mert nem tinédzserek vagyunk már. Tudod, és akkor már indulhatnak a plekkel, na a következő alkalmi, mikor érkezik? Az első kérdés mindig az, hogy persze. Azt elmondom, hogyha lesz ilyen, nem lesz fogtok, közös legalább tracket létre. Ha lesz ilyen, nem fogtok tudni róla, hanem egyszer csak a nagy piros gomb így meg lesz. És akkor az mennyire jól, nem tűnkön ülnek az emberek életük végéig. Nyomjátok meg a
De ha lesz ilyen, nem fogjuk promózni, mert azt viszont megtanultuk, hogy nem szabad beszellőztetni azt, vagy belebegtetni, hogy, hogy mi, mikor jön valami. Ezt, ha valaki megtanulta, azok mi vagyunk. De meglátjuk, érted, bármi lehet, éppen kinek milyen kedve van. Hát jó, persze, persze. Hogyha olyanunk van éppen. Na meg nem, akkor azt hiszem, hogy én legalábbis magamról ki tudom jelenteni, hogy a két lemezzel, ami spánynak tűnhet, de a Rage Against the Machine adott be még ilyet. Abszolút én szeretek egy csapatban lenni a Rage Against the Machine-nal például. Akik megint turnéznek, ugye, a nagy izé. Dóra. A szünet után. Szóval én elégedett vagyok avval, amit csináltunk. De egyébként pont most múlt héten találkoztam Balázsra Bankossal, és beszélgettünk aktuálisabb dolgokról, és így pont Balázs mondta, hogy ő azt érzi, hogy így az aktuális, ez a high level lyricism, így nevezném, amit ti képviseltek, az így kezd egy kicsit így nem tudom, besüppedni, és így kicsit így visszaesni. Tehát nyilván vannak az új srácok, akik tök ügyesek, és hogy csak hogy így nem tudom, tehát tehát ez most az ő véleményét mondom, biztos ez nem az én saját véleményem, de hogy így csak úgy tök érdekes, hogy te ezt hogy látod egyébként. Hát figyelj, erre nekem lett egy teóriám, egyrészt az, hogy minden egyes alkalommal világtrendekről kell beszélnünk, és amíg régen, jön a izi a régen duma, de hogy nem az a fontos, hogy hogyan meg mi volt régen, de mégis a hogyan. Amíg régen 10 év lauf volt, 10 év csúszás volt, hogy valami megérkezzen Amerikából, vagy Nyugat-Európából, internet előtt időkről beszélünk, ott tényleg 10 év csúszás volt. Tehát ami trend volt Amerikában, az kb. 10 év múlva, 8-10 év múlva volt nálunk, aztán akkor jött be. Ez most egy azonnali dolog. Paf, lehet, hogy egy fél év csúszás van mondjuk, vagy hogyha nagyon lassúak vagyunk, 1 év csúszás van. Tehát ez a fajta azonnali visszacsatolás és az irgalmatlan mennyiségű információ, meg az a hatalmas mennyiségű pénz, ami a rapben lett, az persze, hogy perspektíva arcoknak, hogy izé, mint bocsánat, hogy ebben élek, de hogy a lányok azt mondják, hogy izé kb. Gimnázium, vagy elmegyek majd eszkortak, mert nézem az Instagramos lányokat, hogy izében most San Francisco vagyok, most Japánban, meg izenetom, meg influencer leszek, hogy ez egy perspektíva, hogy nem kell képeznem magam feltétlen. Mi azt kaptuk, olyan volt a világos, de hogy a hip-hoptól is ezt kaptuk, hogy tanulj, hogy képezd magad, hogy fejlődj saját magad, a környezetedet, uplift, hogy emeld fel a többieket, tanítsd a másikat, így van, ezek megvoltak a szlogenek erre, hogy miért jó nem csak hülyének lenni. És ez eltűnt a világból nagy részéből, és hát persze a popkulturális izében meg beeszi magát, és a gyerekek ezt kamázák, ezt szeretik, és azért a teóriám, csak hogy visszatérjek erre, az, hogy olyan mennyiségű impulzus ér egy mai 15 éves gyereket mondjuk, hogy azt én összehasonlítanám avval, hogy minket mennyi impulzus ért, az olyan, hogy mi mintha ilyen fütyörésznénk a szélbe kb. Őt meg ilyen gépek verik fejbe minden oldalról, és ez iszonyat kemény teher lehet, ezért már nem akarja a legtöbb hallgató még a zenében is még keresni, meg játszani, meg hogy le legyen terhelve az agya, hanem inkább csak egy moodba akar benne lenni, egy hangulatot akar magának megteremteni a zenével, és arra ezek az újvonalas cloud rappek, a trappek, a mumble rappes, elharapott, kápszis gyógyszeres, vagy arra hajazó zenék, arra tökéletesek, hogy kikapcsolja teljesen az agyát, és csak ez van, amit abszolút megértek, és egyáltalán nem haragszom az előadókra, mert hogy a gyerekek le vannak terhelve, iszonyatosan kemény, nem szomjaznak tudásra, mert egyrészt a telefonjukban benne van minden, mert ha valamit valamiről meg akarok tudni, a hülyeségeket és a dezinformációt is beleértve, akkor itt van a telefonomba, és ezért sem, másrészt mert bombázva vannak minden irányból, és erre tökéletes az új leegyszerűsített
összetett műfaj zeneileg is, és szövegileg is. Basszon szét a bass, legyen valami jó kis íz, és visszajön a karika egyébként, tehát ez a 808-as minták kigondolta volna, hogy ez amúgy valaha. Igen. És mit megy ez a 808-as ízés szett? Egy életet le lehet már belőle élni kb. Tényleg. Nagyon durva. Igen, meg majdnem, hogy kiröhögtük. Már, tehát, hogy volt az a rész, amikor ez már ciki. Nem, de hogy aztán eltelt egy csomó idő, és akkor, hogy visszajött. De hogy az a teóriám része az, hogy ami a 90-es évek hip-hop volt, és a tudás, és hogy a világba, és hogy kivigye a hallgatót az utcára, aki nem volt az utcán, vagy az utcán egymásnak beszélnek az utcai emberek, az a realitás része, mert nem az elefánt csontoronyban vagy, hanem a realitás része, és ezért lehet, ha ezt lehetne hasonlítani a realizmushoz, mint globális művészeti ághoz, vagy műfajhoz, hogy ez a realizmus, akkor a trap, meg ezek az újonos dolgok, azok meg az impressionizmus. Vagy ott látod, hogy ott valamit festett a csávó, meg azok fák, meg egy folyó, de csak pacák vannak ott, meg színek, mert hogy a benyomás az az impressionizmus, és akkor szerint én ezt egy ilyen jó párhuzamnak találtam meg, és nincsen baj egyikkel se, fel kell ismerni, hogy ez realizmus, ez meg impressionizmus, és nem az a funkciója ennek, mint ennek. Teljesen más feladatot látál, másokat érint meg máshogy. Úgyhogy az egy ilyen hangulatfestő zenei ágazat a legtöbb, ami mostan is új vonalnak tekinthető, és teljesen megértem a srácokat, hogy inkább azt szipkázzák be, mint hogy még le legyen gyakva az agyuk a megfejtésekkel, meg a izével. Mi abban nőttünk fel, mert nem volt annyi információ, viszont az információ megszerzésének nagyon örültünk. Bizony. Az ott valami, nem tudom mi az a hormon, hogy az dopamin, vagy ami ott felszabadul, de ott valami hormon felszabadul az agyban, hogy anyád, rájöttem valamire, vagy megláttam valamit, ott valami történik benne biológiailag. Ezt az érzést meghajkurászom én a mai napig, mert hogy ezt kaptam a hip-hoptól, és akkor én nem tudok máshogy írni. Ezt akarom visszaadni, a felfedezés örömét passzolom tovább folyamatosan. Igen, hát erre nem alkalmas a trap. Mert ott a Beethoven-hofi, néz meg, imádom a Schwarzot, geci jól nyomja szerintem a csávó, és nem történik meg az, aminek elméletileg meg kéne történnie. Mert nem két szótagot nyekeg a csávó erre a zenére, hanem nagyon okos szövegek vannak ott, nagyon jó rímekkel, jó a flow is, de már sok. Abban a műfajban sok. Whitefülieknek nagyon jó, de nem tud így megtörténni a nagy dolog, mert nem összepárosítható ez a cucc, mint azt mondaná, hát kis túlzással megsarkítva, hogy jó, beszpídezek regi zenére. Megvannak a... Micsoda a sor. Hát de nem, az ilyen kb. Kizár dolog. De vicces, hogy pont Beethoven-hofit mondom, mert hogy valahol szembe jött szintén valamelyik trackje, de azt mondja, Miki is csinált neki egyébként, Miki 357, Criminal Beats társalapító, egy klipet, és így megnéztem mindegyik cuccet, azt nem tudom, 3 vagy 4 dala van, ami fönt volt Spotify-on, és mindegyiket végighallgattam, hogy ez kurva jó, ráírtam neki Instán, haver, tök jó nyomod, és így tök aranyos volt, vissza is írt minden, de hogy így durva, ja, szerintem is nagyon, nagyon ügyes a srác. De hát igen, ő nekünk ad valamit. Igen. És a... Kölköknek sok. Igen, nekik sok. Ja. Kanyarodjunk a új projektekre. Rap mixtape, ugye megjelent tavaly. Vagy bocsánat, most túlléptük már az 1 óra 10 perces határt, jó vagy még? Ja, sima vagyok, akár meddig, papi. Ja, jó. Hogy rap mixtape, ami ugye tavaly jelent meg kb. Mikor is, ugye éjfélkor, vagy? Szilveszterkor, ugye. És akkor utána lett vinil mindenből. Igen, szinte mindenből, még van egy pár a tarsolyban, ami az instru részét illeti, hogy a Kottazírból nem lett még instru, meg a rap mixtape-ből, de a többiből lett vinyl, igen. És hogy ez, nem is tudom, tehát így hihetetlennek tűnik, de hogy így nem is tudom, tehát nagyobb mennyiségű vinilt adtál el, mint egyesek CD-ből, és hogy pont ráadásul COVID kellős közepén, tehát hogy így... Igen.
Az így, én csodálkoztam, mert hogy ugye láttam, hogy az NKS is neki indult, én is megpróbáltam ezt a Q-Racer sztorit, és így nem működött igazándiból. Jó, mondjuk a kezdeti az első lemez, meg a második, és azok igazi klasszikusok, tehát ez tény és való. Ez a kettő van. Igen, de hát ugye a rap mixtape. Bocsánat, ez nekem, jó. De hát az, a rap mixtape meg tényleg irreálisan sokat jött. Tehát mivel az nem egy klasszikusnak mondható lemez, eleve egy mixtape, újra gondolt cuccok izé, 300 fölött adtam el abból is. Annál aztán tényleg így néztem, mert nagyon örültem, meg jól esett, hogy a kezdetből, meg a kottazírből közösségi finanszírozásba ennyi elment, de aztán meg tudtam magyarázni magamnak, hogy mindenféle önajnározás nélkül azok fontos lemezek lettek. A magyar zenetörténetben. Persze, és akkor persze izé vinylbe jön vissza nagyon, ugye, reneszánszát éli, hál' Istennek, a vinyl, és akkor jó volt az időzítés. Lehet, hogy ezt 3-4 évvel ezelőtt próbáljuk meg, akkor nem ilyen. A kuka, igen. Most ez egy jó időzítés volt, el is fogytak a polcokról, már bőven rég a CD-k is mind a kettőből, már vaterán ilyen 50 ezresekért mentek a celofános cuccok, meg nem tudom mi, úgyhogy Ez így most nagyon jól jött ki, és előre lendített egy csomó mindent, meg belelkesített egy csomó dologgal kapcsolatban. De tök érdekes, igen, mert mondom, engem is, rám is hitelnek folyamatosan, én még írtak a srácok, hogy láttuk, hogy nem jött össze a Q-Rac, de hát mi nagyon szeretnénk belőle vinilt már az Ultra K lemezből, és így és itt tök érdekes, hogy rajta vannak a srácok, meg voltunk párszor ugye fellépni, miután lementék kicsit így, vagy lazult így a szitu, és ott is csomó mindenki kérdezte, hogy hú, hát tök jó lenne, hogyha lenne belőle vinyl. Tehát így csodálkoztam tényleg, hogy így, tehát mint ha egy kicsit így meg is felkavarta volna kicsit ezt az underground szénát ilyen szempontból, hogy az emberek kicsit így ráflesseltek erre a formátumra. Igen, mert hát szeretjük fogni a kezünkben. Meg hát nagy, érted? Tehát így, nagy! Igen, az. Tehát így megfogod, és így olyan, hogy így... Ez egy dolog! Igen, érted, gatefold, meg mit tudom én, most ez nem izé product placement, meg mit tudom én, amit itt nyomok, de hogy... De már nincs belőle, úgyhogy mindegy. Ja, hát akkor... Hogy ez eladós, amúgy 80 ezerért meg lehet rendelni. A jó fogásunk, kaszkod. Hát ugye, nem, valaki nem köntörfalazott, tehát voltak belőle, akik ilyen 5-öt meg 8-at vettek. És mondom, izé, mi a szomszédnak is viszel, szóval nem, azt mondja, egyet használok, hallgatom, egy megy a polcra, hatot meg befektetésnek vettem. Nagyon mondom, soha egyébként. Nekem mindegy, izé. Vannak ilyenek. Hát állítólag van 120-ért ment el egy repmotel állítólag. Nem tudom, hogy urbán legenda, de azt tudom, hogy 50-esért mentek nekünk CD-ink, úgyhogy simán elhiszem, hogy egy repmotel elment 120-ért. Simán. Abszolút, igen. Hát ez a másik, amivel sokan jelentkeznek náluk, hogy izé repmotelből ugyanígy újrakiadás, és hogy izé... Balázs nem akar hallani róla egyelőre, úgyhogy nem akarja így meglovagolni így a trendet így időzőjelben, meg hát most... Ja. Mi simán? Én. Hát nem, te indítottad, te indítottad el. Ja, jó, de viszem tovább. Viszem. Mert közben meg, hogy izé, igen, csinálom a izé, a Mikasa mixtape is van, a remix izé, és akkor az előző kérdés nem lett föltéve, de tudtam, hogy ide futunk ki valahol, és akkor hiszem, tehát abból is mindegyikből szeretném, ezek alakulnak, a COVID kicsit megtorpedózott dolgokat, egyrészt elő is mozdította ezeket, de aztán a felengedés megtorpedózta, mert például a Mikasa mixtape, ott a 84 MC van, elméletileg papíron, de hát nem álltatom magam, hogy mind a 84-en végül ott is lesznek, nem az én oldalamról, hanem hogy lehet, hogy ott valaki mégsem, vagy később. Most ott tartok vele egyébként, hogy az egyharmadát megkaptam, úgyhogy lehetséges, hogy az lesz, hogy szétszedem egy trilógiára. Mert hogy akik most nem tudtak elkészíteni akármilyen. Ez hány tracker, tehát 84 MC-nél? Hát körülbelül valahol 50 és 60 között. Tehát eleve szét kellett volna szedni, csak most azon, ezeken vaciláltam tovább, hogy legyen egy ilyen csak digitális, egy ilyen monstre anyag,
Mert szeretem ezt, tudod, hogy ja, nem szereted hallgatni sokáig, meg hosszan, meg 2 perc legyen a klip, meg izé, akkor tudod, vidd át a másik oldalra az egészet, nézd meg, itt van izé 84 MC, 60 tracken keresztül, mint egy 4 órásat. Az sok szerintem, hogy... Az nagyon sok. Miért nem? Most, de, vagy mi lesz? Nem? Vagy tehát, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz? Szóval... Jó, persze. szóval kicsit így állok hozzá, de mivel az egyharmada készített el az egész megkeresés óta a mai pillanatig, ezért valószínűleg szétszedem vagy két felé, vagy trilógiának, hát ha mondjuk az első megjelenés ösztönzi a többieket, hogy na, ilyen ez a cucc egyáltalán, vagy valakinek elveszi a kedvét, hogy ebben jó, hogy nem vettem részt. De hogy akkor ezt szeretném megcsinálni, most már valószínűleg ebben az évben nem fér bele, mert rengeteg minden lett, és a türelmét is kérem minden MC-nek, főleg akik elkészítették, és ugyanez a remix albummal kapcsolatosan is, mert hogy a rap mixtape-nek az acapelláival megcsináltam egy remix contestet, és akkor ott is megvan az a 20, azt hiszem 20 valamennyi, 22 vagy 23 lett a végén. Uh-huh. Azt szeretném majd CD és vinyl formában, meg online is, csak az még keverés is, meg izé. Szóval van meló rendesen, aminek egyébként nagyon ügyes módon a legnagyobb részét nem én csinálom, szóval nem szabad erre hivatkoznom nekem, mert nem én keverem, nem én maszterelem, de összepakolnom nekem kell, meg az egészet organizálni. De ezek jönnek, ezek az anyagok mind itt vannak a polcon, mindig kicsit hozzányúlok, és közben még van a többi dolog is, belekezdtem a Trendgangbe, azt no, igen, csináljuk ezt is. Most már, és most már a Morphbeat is van, úgyhogy úgy melós ember vettem idén most, mert ez a Covid ezt szült el, hogy akkor most vagy az van, hogy megposhadok, meg szomorkodok, meg vagy akkor gyerünk, akkor meló, akkor szedjük le a projekteket a polcról, meg találjunk újakat, és akkor nem csak a túlélésért, hanem hogy mert hogy van idő leporolni ezeket a projekteket, és most megvalósíthatóak. Ja, igen. És ez a Trendgang, ez egyébként honnan jött? Vagy ez már régen is tervezted, hogy akarsz egy ilyen szövegelemzős sztorit, vagy? Azt még nagyon régen, amikor Kotta Zűr megjelent, volt egy Török Attila nevű nyelvész, nyelvesztéta, csávó, aki először kezdett szövegeket csak olyan brutálisan elemezni, hogy így néztünk mi is a Petivel, hogy nem is tudtam, hogy ezt írtam. mert nagyon érdekes ez egyébként, mert hogy, tehát tényleg az, hogy annyi melót fektettünk mi ebbe a Petivel, hogy amikor már a Kotta Zűr megszületett, az már annyira zsigeri volt, és hogyha fellegzést szeretnék lenni, akkor kisújból kirázós, hogy már ezekre nem kellett figyelnünk, meg nem volt benne annyi tudatosság, hanem ezek csak így kijöttek, és a csávó szembesített minket avval, hogy az meg itt milyen rímek voltak, vagy milyen referencia itt behívó izébe, és itt visszaköszön aztán. Ezeknek egy nagy részét már részre se vettük, nagyon sok mindenről tudtunk, de valamire ő hívta fel a figyelmet. És akkor erre gondoltam, hogy ez mennyire királyság egyébként tényleg, hogy egy nyelvesztéta, és aztán elkezdett más magyar rap előadókat is elemezni, nagyon jó cuccok voltak. De aztán megjelent a genius.com, és akkor azt láttam, hogy hogy ilyen van, hogy előadók saját maguknak elmondhatják, hogy mert hogy nagyon érdekes, hogy egy pár alkalmat nem kérdeztek a szövegekről a 20 évben. Interjúban szinte soha. Nincsen ez, hogy figyelj, ez a sorot mit jelentett, vagy hogy mi az a referenciapontot, valamiért nem kérdeztek bele soha, de ezt nem velünk kapcsolatosan, szerintem ez szinte senkire nem jellemző. Közben már egy milyen szinten verbális központú műfajról beszélünk, és valahogy a szövegekről egyébként nagyon ritkán esik szó, és akkor mondtam, hogy jobb, ebből elég. És hogy akkor én először magamnak akartam megcsinálni, hogy akkor én elkezdem saját magamnak, videóra veszem, és elmondom, mert azt tudtam, hogy a kölköket érdekli, mert koncertek előtt után odajöttek, hogy figyelj, én itt azt gondoltam, hogy az az.
És akkor mondtam, hogy az, és akkor láttam azt az örömöt, hogy a csávó dekódolta, hogy megfejtett, és ugyanazt az örömöt, amit én a Wu-Tang lemeznél mondjuk egy csomó minden éreztem. És elmondom, ez tök jó lenne ezt így kinyitni. És akkor először úgy gondoltam, hogy a saját csatornámon elkezdem, és akkor ezt már mielőtt, már mikor a rap mixtépet csináltam, azt gondoltam, hogy folyamatosan töltöm fel az anyagokat, és ezeket is elkezdem csinálni, de aztán, ahogy beütött a Covid, akkor arra gondoltam, hogy akkor ezt miért lehetne kinyitni, és akkor mindenkivel megcsinálni, és akkor avval bejött a többi formátum is, hogy akkor a reakció videók, és a komment reakció. Hát igen, amúgy az ahogy is pörög, vagy hát így az... Igen, amik a bevett formátumok, mert ez is ugye, ez nem a spanyol viaszt találtam fel, hanem egy létező, működő, izgalmas formátumokat végül is megcsináltunk magyarul. A három pontos, annak is van hasonló verziója, de az egy nagyon izgalmas dolog. Nekem az volt a fontos az egészben, hogy a vendég ott jól érezze magát, mert akkor jó lesz, és utána le is szarom kis túlzással, hogy a közönségnek ez hogy jön le, de hogyha valaki szeretné elmondani ott a szövegét, vagy szeretne reagálni a kommentekre, mert ilyen világot élünk, hogy neki az most jól esik, hogy reflektáljon publikusan, vagy bármi miatt, és ott nagyon jól érzik magukat benne. Szóval ott még nem ment el úgy vendég tőlünk onnan, hogy azt mondtam, hogy jó, kösz szépen, hanem mindenki, az egész de jó volt, meg végre, és meg bármikor szóljál, jövök megint. Tök jó. Mindenki így jött el onnan, és ennek meg nagyon örülök, mert ilyennek akartam csinálni, és abban még nagyon sok minden benne van, amit még lehet játszani ebben, meg ahova nyitni lehet az egészet. De szórakoztam. De tök jó, hogy van egy ilyen, tehát hogy alakulnak, jönnek ki ezek a különböző formátumok, amik ilyen hip-hop-centrikus tartalmak, amik szerintem így eddig nagyon nem voltak. Ezért is, én is ezért kezdtem el ezt a podcast-elős sztorit csinálni, mert hogy pont olyan, ami nincsen még, és tök jó tartalmat adunk gyakorlatilag a rajongóknak, akik szerették a hip-hopot. Meg hogy el legyenek mondva a történetek, vagy olyan háttérinfók, igen. Amit persze, igen. Helyére rak fejekben egy csomó mindent, mert hogy... Hát az így van, tics van, igen. Igen, igen. Ezek jó hasznos dolgok, és itt hál' Istennek közönsége is van. Nálunk így szeretik, én meg szeretem csinálni. Te vágod egyébként őket, vagy... Együtt vágjuk a Trobóval. Kettel csináljuk. Vele kezdtem el a rap mixtépes tucokon a klippeket csinálni, és akkor az egyik klip forgatása alatt vagy után bedobtam neki, hogy nekem itt van ez a projektem már a polcon. Nekem igazából egy operatőr vágó ember kell hozzá. Jön-e, és mondta, hogy... És nagyon jól érezzük magunkat ott. Tök király. És most ez az új projekt, az, amivel kapcsolatban én is rád írtam. Ja. A hatodika van ma. Igen. Akkor tegnap startolt a Morbid. Megkerestek, hogy portfólió menedzser lennék-e hip-hoppal kapcsolatosan egy új applikációnál. Ez egy nemzetközi cég egyébként, vagy ez egy magyar? Nem, ez egy magyar befektetőnek a találmánynak van jogilag nemezve, de hát ez egy külföldön szintén létező dolgokból összeeszkábált zenészeket a közönségükkel összekötő előfizetésen alapuló tartalomszolgáltató cucc, exkluzív tartalom kerül fel oda, és Covid miatt is pattant ki a fejéből ennek az embernek, hogy lehetne valami ilyesmit csinálni, segíteni a zenészeknek, mert hogy az már sejthető volt az elején, hogy mindenki megszívja, de a zenészek is ugye értelemszerűen benne voltak, nem azt mondom, hogy jobban szívták meg, csak mi nem értünk máshoz a legtöbb. Vagy ha értünk is, nem akarunk elmenni más dolgozni. A művész ember ilyen. Nem, tehát a legtöbbünk ilyen. Nevezzük nevén a gyereket. Szóval erre appellálva kipattant a csávónak a fejéből ezt, hogy meg kéne valósítani, és akkor
ez most tegnap elstartolt, és meglátjuk, hogy hova lehet kifuttatni, mert át szeretnénk alakítani egy kicsit a fejekben azt, ami egyrészt egy kelet-európai, posztkommunista ország, Magyarország mentalitás, hogy én megkapok mindent ingyen, és szarok rá, és nem fogok fizetni, mert nagyon szeretlek, meg kurva jók a számai, de én nem fogok pénzt rakni a zsebedbe. Lehet szerintem úgy támogatni egy előadót, akit szeretsz, meg letöltötted a zenéjét full ingyen, hogy akkor lehet, hogy valamit visszaforgatsz, amiért ráadásul exkluzív tartalmat is kapsz tényleg, tehát nem a kuncsorgós izé része van, hogy izé megszorultunk, húzzatok ki a szarból, bár ti is szarba vagytok, hanem tartalmat kap. És ez igazából innentől kezdve az előadókon is múlik, hogy milyen, hogy jó tartalmat gyártanak-e, mi segítünk ebben, mindent, apparátust az egészhez biztosítunk, ötleteket, közös stratégia van, hogy kivel mind dolgozzunk, milyen tartalmat érdemes szerintünk neki csinálni, hogyha ezt igényli egyáltalán, mert van, aki tudja ezeket a dolgokat magáról, meg a közönségéről, van, aki meg nem. És én azt mondtam, hogy én csak akkor vagyok benne, ha minden olyan, mint hogy én benne legyek, mint előadó. Mert különben hogyan kezdjem el hajkurászni a barátokat, a spanokat, a haverokat, ismerősöket és az ismerősök ismerőseit, hogyha én nem állok oda teljes válszélességgel. Úgyhogy sikerült keresztül vinnem, hogy elég funky a szerződés, elég jó az applikáció, valószínűleg gyerekcipőben lesz az elején még, de folyamatosan dolgozunk rajta, hogy király legyen, és hogy azt szeretnénk, hogy ez így kb. Az Insta, meg a Messenger mellett ott legyen a telefonom szinte. Egyébként mit tartalmaz az applikáció, tehát hogy működik? Tehát van egy app-ed, amiben gyakorlatilag, tehát olyan, mint egy ilyen közösségi oldal, mint mondjuk azt írtad, hogy Instagram és a Bandcamp-nek egy ilyen összeolvadt valamilyen. Igen, akkor úgy egy feedet kell elképzelni lényegében, ahol szöveg jelenhet meg, kép jelenhet meg, és videó jelenhet meg, és az egy lájkolható dolog, és komment szekciója van, tehát nem teljesen hermetikusan lezárt egyoldalú kapcsolat a közönség között, de nem az a közösségi háló, hogy nincs ott fórum, meg a rajongók egymással beszélgetnek, azt meg lehet, van erre 100 millió platform, meg tudják ott csinálni, nincsen erre szükség. Ez arra való, hogy ha valaki szeretne különleges, csak a mondjuk akkor így, hogy a hardcore rajongóinak olyan tartalmat biztosítani. Van, akinek olyan indítatásból, vagy olyan megfontolásból lesz ez jó, hogy csomó mindent kommunikálna, de nem akarja mindenkinek, hogy lássa boldog-boldogtalan, még akkor sem, hogyha az mondjuk egy zárt Insta fiók, mert akkor ott a Józsi bejelölt engem, én nem tudom, hogy ki a Józsi, és akkor persze, és nézi a cuccomat, megosztja, mit tudom én, mit csinál, és akkor ez egy ilyen szűrő, hogy mondjuk azt gondoljuk, hogy aki egy előfizetés révén támogatja a kedvencét, és erre áldoz, azért, hogy exkluzív tartalmat kapjon, akkor tényleg megkap olyan dolgokat, amit mondjuk lehet, hogy tényleg ez csak egy verzió, hogy ilyen megfontolásból tesz közzé ott valaki, hogy akkor ezek tényleg azok a rajongóim, akik támogatnak ilyen formában, és megérdemlik azt, meg jobban bízok bennük, és akkor egy ilyen VIP klubnak is lehetne nevezni, de az ilyen elcsépelt dolog. Lényeg, hogy olyan tartalmat biztosít a közönségének ott egy előadó, amit máshol nem, vagy csak egy részletét biztosítja. És ez tényleg lehet a szövegtől kezdve, a bármilyen backstage vagy verkfotókon át, a videókig, podcastokig, minden ilyesmi. Meg gyakorlatilag a zenét is ugyanúgy, tehát mint tudom, írsz egy új dalt, akkor azt például ugyanúgy fel tudod tölteni. Van egy belső lejátszója, igen, azt kifelejtettem, tehát ezen a feeden kívül van egy belső lejátszója, mint mondjuk egy Spotify-nak, és ott le is mentheted magadnak, hogy elmented ezt az adott tracket vagy videót. És készíthetsz, igen, egy olyan videoklipet, hogy nézd, ezt azok az arcok kapják, akik vannak annyira fajnak, meg nem esik nehezükre, vagy nem nagy kiesés, hogy egy havi csekély, ez relatív, hogy mi csekély összeg, de mi azt gondoljuk, hogy 1500 forint az sok embernek azért... Hát annyi egy spoti előfizetés kell, ami annyi egy spoti előfizetés. Hát igen, meg ilyenkor szeretnek az emberek, vagy az most akkor négy sör,
Egyszer tényleg egy 4 sört nem ittam meg, és akkor segítek ennek a formának, ráadásul kapok is érte valamit. Tehát, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy én szeretnék rajta lenni, mint Kulkaszkó, akkor... Akkor velem, mint portfólió menedzserrel, igen, felveszed a kapcsolatot, és azt mondom, hogy nézd, ilyen a szerződés, nincsen benne kötbér, nincsen benne limitáció, hogy mit tehetsz ki, meg mit nem. Nem egy évre szól a szerződés, hanem egy hónapra, azonnal kiszállhatsz kötbér nélkül, kapsz stábot forgatni X alkalommal, van stúdió. Mindezt ingyen. Nem, az előfizetésből részesedést kap tehát ott osztozkodás van az előadó és a cég között, ezért biztosítja az egész az applikációt, az apparátust, az elég súlyos kampányt, ami... Hát ami már látta, nekem amúgy így, már meg is jelent egyébként a valami... Igen, az most indult hétvégén. Igen, már láttam igen, is. Ott még súlyos dolgok jönnek végén. Őrület, hogy mibe csöppentem. De jó cucc is, csak visszatérve az elejére, szeretnénk azt gondolni, hogy nem nagyon naív hinni abban, hogy át lehet alakítani ezt a fejekben, hogy nem kapsz meg mindent ingyen, mert ő sem, tehát az ideje, azt nem látják át nagyon sokszor, hogy egy előadónak az ideje kerül nagyon sok pénzbe, mert csak azt látják, hogy fellép, meg azt gondolja, hogy a backstage-ben 80 nővel drogozik, és aztán egy limuzinnal elhajt. A legtöbbünknél rengeteg idő, energia és pénz is van benne, de az idő a legfontosabb. És aki nincs benne, az nem látja át, és akkor itt, hogyha át lehet ezt egy kicsit alakítani, hogy figyelj, annyit lehet, hogy adózhatnék ebben, és még kapok is valamit, akkor az nem egy olyan rossz díl. Aztán beletörik a bicskánk, akkor beletörik a bicskánk, mi szeretnénk azt hinni, hogy működtethető. De szerintem egy tök jó kezdeményezés, abszolút. Tehát, hogy így, nem viccelj, szerintem ez egy tök jó lehetőség tényleg azoknak, akik amúgy is gyártják a tartalmaikat. Hát igen. Igen, van, aki content gyár, valaki meg persze, van, aki nem gyárt annyi tartalmat, de ma már azért olyan világ van, hogy valami tartalmat azért, ha nem a nagy punk rebellióba vagy, és szeretnéd kicsibe tartani a dolgot, és nem érdekel, hogy valami megtörténjen, akkor valami tartalmat azért kell gyártani a számokon, vagy albumokon kívül. Hát már ugye albumokat se nagyon kell. Hát igen, már szemé csak dalokat. Már csak mi csináljuk ezeket a hülyeségeket ott a polcodon. Jó, hát igen, de hát... Nem is szeretem. Igen, ez ami mozgatja a szívünket. Jó van, papikám. Hát szerintem jók vagyunk így. Na, fajn. Király. Nagyon szépen köszönöm tényleg ezt a nem is tudom, másfél órát, bő másfél órát. Úgyhogy sok sikert ez a Morphbeat-es projekthez. Nagyon várjuk a Mikasa mixtépet. Amúgy van nálam már pár felvétel. Igen? Az a promó része, tudod. Ebben már kaptam egy-két tracket scratchelés ügyileg, ugye a saját gangből, úgyhogy már hallottam én is pár cuccot, úgyhogy... Én is sok sikert kívánok a műsorhoz a továbbiakban, papi. Csak kikapcsol most a izét. A rikó. Még vagyunk egy kicsit vonalban.